A földeken zajló munkák abban a fázisba értek, amikor a legnagyobb munkagépek már nem csak a raktárban és a terménytáblán dolgoznak, hanem a közutakon is gyakran találkozunk velük. Ezek a gépek egyre nagyobbak és nehezebbek, ezért egyre romhábban is mozognak. Egy kombájn akár 4 méter széles is lehet, így akár másik forgalmi sávba is átlóghat. Ez pedig fokozza az autósok türelmetlenségét, ami növeli a baleset veszélyt. Az első, ami intőjelként jelentkezik, hogy valamiért megtorpant a sebesség, megtorpant az autóknak a sebessége, lassítás, majd megállás. Tehát ilyenkor én már javaslom, hogy ne az előzés, ne a bujócska, ne a kukucska, tehát nekik bujkáljunk a sorból, hanem türelemmel várjuk meg, mert biztos, hogy az úttesten valahol elől egy lassan haladó mezőgazdasági gép van, kombájn van, aratógép, valami akadályozza a forgalmat, türelemmel tessék kivárni, és mindenki meg fogja tudni előzni. A gazdák is minél hamarabb szeretnék befejezni az aratást, ezért akár a hajnali vagy a késő esti órákban is találkozhatunk ezekkel a járművekkel, amelyeknek egyébként ugyanúgy meg kell felelniük a KRESZ szabályainak, mint a személyautóknak és vezetőiknek. Fontos, hogy minden esetben működjön az összes jelzőfény, azokat sár vagy felhajtott ütközésvédő ne takarja, a kombájnok esetében pedig szükséges a vágóasztal leszerelése. És van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy a főútvonalak és az úttestek mellett elhelyezkedő úgymond búzatáblák, gabonatáblák, ami aratás alatt van, száraz jó idő van, jó idő volt, bizony a porfelhő és a gépek által keltett, úgymond zavaró látási viszonyokat korlátozó esemény történhet. Tehát ilyenkor tessék ez a sebességet lassítani, mert bizony van olyan szakasz, ahol egy porfelhő egy aratás alkalmával az úttestnek akár 100-200 méteres szakaszát is láthatatlanná vagy korlátozottá teszi. A közlekedési problémák mellett azonban jó hír, hogy idén viszonylag jó termés várható, csak segítsünk a terménynek eljutni a célállomásra a földekről.